Mentett is egyet a játék. Napos idő van, szóval igazából az egyet locsolni kell. És nem nőttek ki? Akkor pénteken lesz? Pénteken lesz a negyedik nap? Jó, hát akkor úgy kell számolni. Én adni a kalapot, oké, zsoké, gyere a régi-régi házba, zsoké, hoz érmét, ha kalapegér. Jó, hát én azt hittem, hogy most fognak kinőni, de akkor nem. Meg kell néznem igen akkor, hogy a bánya az már nyitva van-e. Mert akkor lehet, hogy mai nap, akkor bányászunk egy kicsit. Hogy a harcunk, meg a bányászásunk is följebb lépjen. Hát a kertészkedés meg ugye az most egyelőre nem fog följebb lépni, mert még nem tudom leszedni a növényeket. Töltsünk újra. Ezt futunk a bányok elé. Megnézzük, hogy ott mi a helyzet. Na, aztán kommentben mindenképpen nem írjátok le, hogy mi a véleményetek az egész mindenségről, a játékról. Meg hogy legyen, miként legyen, ha egyáltalán legyen valami, hogy jó-e mondjuk a hang, mondjuk azt jól lőttem ebbe, vagy beszéljek hangosabban, vagy a játék legyen halkabb, vagy jó-e most már a képarány, és ilyen kis finomságok, nyalánkságok. Ez jó ez a vattorm, ezt magammal viszem. Hát, hogyha lent a bányában megszivatnak, és kell valamit enni. És nem. mennyivel jobb is így, hogy többet látni a területből. Igazából maradhat így. Ez itt a közösségi ház, ez nem tudom, hogy mikor fog megvalósulni. Mikor fogja a játék esetlegesen bedobni. Hogy ezzel foglalkozhatunk. Egyszer majd azt is meg kell nézni, mi van, amikor a vállalatnak adom el. Közben itt végigfutunk a városban. Hát, ha találkozunk olyan valakivel, akivel még nem találkoztunk. Hát például veled. Ez Alex. Ó, szia, szóval te vagy az új igazi arc. Majd találkozunk. Azt hiszem neked a nagyszüleid élnek itt. Őt George-nak hívják. Idegesítő ennyi új emberre találkozni mi. Egyébként a nevem George, na most már menj el. És ez meg Evelyn Nagyi. Üdvözöllek a kis közösségbe, kedves. Szól is nyugodtan Nagyinak, ha szeretnél. Összem ők így hárman élnek itt így együtt. Nem tudom, ide be tudok-e jönni. Azonnal folytatjuk tovább a videót, viszont hogyha szeretnéd a vágatlan verziót látni, akkor a videó leírásában található linken azt elérheted. Te vagy Pam, aha, hey, kölyök a nevem Pam, elszemétkedj és remekül megleszünk. Neki azt hiszem a lánya Penny. Nem tudom, hogy Pennyvel találkoztunk-e már. Nem vagyok benne biztos, hogy a polgármester, ő itt lakik. Itt van a múzeum, könyvtár és múzeum. Günther. Nem úgy tűnik, mintha lenne nálad múzeumnak adományozható tárgy, jobb lesz, hogyha kimész egy kicsit a kis kincsekre vadász, nem gondolod? Ennyi. Tehát ide kincseket lehet leadni, meg lehet olvasgatni, ott volt három ilyen lebegő könyv. Azokból tippeket lehet kapni a játékhoz, ő pedig Clint, a kovács. Szia, Clint vagyok. Én vagyok a város kovácsmestere, a fejleszteni kéne a szerszámaidon, engem keres. Igen, tehát nálam mindent is lehet fejleszteni. Részcsákányhoz rézrút kéne, meg 2000 arany részkupa, meg ilyenek. Hogy ez így működik itt errefelé. Hát hogyha már erre eljöttem, akkor futunk egy kört. Hát, hogyha találok valamit. Ez itt a Jojo volt, vagy Jojo volt, na. Én valamiért mindig Jojo-nak hívom, nem tudom, hogy miért. Le kéne menni a tengerpartra körbenézni, meg a másik az, hogy nem hoztam el a heringet. Egy topáz, topáz az nem. Topáz az kicsit nehézkes, hogyha nem tudok lemenni a bányába. Szia, Halé! Előtöttem, hogy ma rendben rakom a ruhájamat, ki kell dobnom az összes tavalyi göncöt, hogy legyen hely az újaknak. Te pedig Penny vagy. Ó, üdv, Penny vagyok. Igen, akkor veled még nem találkoztunk. Na, neked meg mindjárt hozom a heringet, mert azt hiszem neked kellett a hering. Hányos zavarom, befelejtettem a heringet magunkkal hozni, ott megvan egy boci. Remélem, hogy itt fönt, vagy hát a telkünknek az aljában még nem nőtt vissza a gaz, mert eléggé nehézkes lenne a följutás akkor. Még hogyha majd vagyok, akkor egy-kettő követ kiüthetek. Azt hiszem... Igen, a csákám nem elég erős a nagy követnek a kiütéséhez egyelőre. Emlékeim szerint 150 követ kell kiütni, hogy a bányászat első szintje meglegyen. Mert azt hiszem... Minden kő egy tapasztalati pontot ad? Nem mindegy, ütünk egy párat, aztán lesz, ami lesz. Igen, a csákány is ki lehet ütni a növényeket, csak hát mondjuk nem gazdaságos energia szempontjából. Meg azt hiszem valami olyasmi is van, hogy csak az ad tapasztalati pontot, az a kő, ami ad is követ. Tehát, hogyha te úgy ütsz ki valamit, hogy nem ad semmit, az elvileg az nulla. Na, akkor ennyi, megvan. Mindjárt megnézzük, hogy mennyi követ ütöttem ki, és akkor meg tudjuk számolni. 76. Akkor 75-öt kell kiütni? Úgy, akkor érdekes, akkor nem is egy TP-t adnak, hanem 150, akkor két TP-t ad egy kő. Meg akkor lehet, hogy amúgy a szén is valamennyi pontot adott. Hering. A heringettét.
Jó, mondjuk nincs energiám, úgyhogy nem nagyon tudok itt most hülyeskedni. Majd visszajövünk, és akkor majd kaszálok egy kicsit, mert ugye az ingyen van. Már van 1080 pénzünk. Azt te végül is mit csináltam? Nem sok mindent. Na, merre lehet ez a leány? Igen, 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 te vagy Vincent, ha jól emlékszem, te Vincent vagy. Ó, egy idegen elemen Vincent, anyukám azt mondta, hogy ne álljak szóba idegenekkel, de te jónak tűnsz. Jody, szóval gazda vagy, igaz? Érdekes. Egy nap megtaníthatlak, hogyan kell a zöldségeket termelni. Köszönöm szépen, te pedig Emily vagy. Ó, már látom a tekintetedre, jól fogod magadat érezni Pelikán városban. Valami ezt kedved volna egy esténként, akkor nézd be a szalomba, és én is ott dolgozom. Igen, ő itt szalomba dolgozik, mint felszolgáló. Hát ez a lányzó, amúgy két helyen szokott lenni. Egyszer a szökőkútnál, egyszer meg ugye ott oldalt, ahol fotózgatott. De a szökőkútnál nincs, akkor viszont ott lesz a izénél, vagy lent lesz a tengerparton. De itt van. Szia! Ó, ez pont erre szükségem volt, he, annyira boldog vagyok. Kaptunk 90 aranyat, meg elvileg szívecskét is kaptunk. Hát, eljel közel, de biztos valamit növekedett. Fölvegyem ezt a topázos küldit. Hát, hogyha holnap már le lehet menni a bányába. 240 arany. Meg kapunk egy jegyet érte. Igen, ez most egy valami újdonság, ez a jegyes dolog. Azt jól tudom, akkor a polgármesternél lehet beváltani ezeket a jegyeket, és akkor ilyen véletlenszerű jutalmat kapsz. Hát topázom, ugye az még nincs, de ami késik, nem múlik. Kicsit a gaz, bármint egy kicsit a rostokat összeszedegetjük. Már amennyire össze lehet őket összedegetni, amihez ugye hozzáférek esetlegesen. Szeretném felfedezni igen a kertünket, hogy mi merre hány méter, mert igen, az, hogy itt van egy ilyen kis bemélyedés, az kicsit így fura. És ez vajon itt nekem egy kis tavan van, vagy ez ilyen folyónak minősül? Mondjuk azt látja a térképen meg tudom nézni. Hát mondjuk ez olyan tónak minősül. Aha, hogy itt van ez az erdő, ez ilyen sötét erdő, és az nyúlik be ide akkor hozzám, és akkor azért jönnek a szörnyek. Jó, meg van magyarázva. Hogy állunk azzal a küldetéssel, hogy mindenkivel meg kéne mutatkozni? Négy emberre nem találkoztam. Ki lehet az a négy? Lesszal találkoztam. A Sebastiannal nem beszéltem, mégis a fiatalokkal nem beszéltem, az biztos, mert van a Sebastian, meg van egy Sam nevezetű srác. Márinak van egy fia, meg egy lánya, egy kislány, aha. Ja, akkor tudom. Megpróbálkozunk, bemegyünk Márnékhoz, ha be lehet, egyáltalán egy este 8 óra környékén. Lehet, hogy már nem fog menni. Zárva, igen, jó, akkor nem tudunk bemenni, mert amúgy itt lakik a kislány. Benézzünk a szalomba, mert elvileg este 8 után már itt a szalomba szoktak lenni az emberkék. Veled nem találkoztunk még, igen. Shane, mit akarsz, hagyd magamra? Hát, ilyen nagyon barátságos személy. Jó, Sebastian meg Sam, hogy itt szoktak este biliárdozni, Abigail-lel, így hárman. Bár lehet, hogy csak péntekenként. Jó, mondom vagyok, hogy oké, most este 9 óra van, de nem tudok már semmit csinálni. Tehát annyi, hogy kipakolok, azt menjünk aludni, mert nagyjából így ennyi. Igazából fölkészülök a holnapi napra. Megöntözni kell holnap. Jó. Csak fölkészültem a holnapi napra. Holnapi nap, kiderül mindjárt, hogy esni fog az eső. Nem csodálatos napos idő lesz megélni a földeken. Szagyival élő embereknek üzenjük, a várostól délnyugatra, ahol a folyó az óceánba torkolik, ott keressetek új hagymát, néha egész nagy kupaszban találjátok őket a földből kinőve. Sejtem, hogy hol van az. Ott szokott lenni hagyma. Ezt nem tudtam. Na, bányászás első szint, cseresznye bomba. Nagyon jó, és a csákányunk egyen jobb, mint eddig volt. Ó, oh, pénteki napon kapunk kutyát. Üdv, Szovi, látod ezt a kutyát? Látom. Farmod bejáratánál üldögét, szerintem elkóborolt a szegény ószág. Szerintem tetszik neki ez a hely. Hé, ő szerinted nem jönne jól egy kutya a farmodra? Örökbe fogadod? Igen. Válasz neki nevet. Jogi? Nem. Legyen Pajtás. Pajti! Nos, Pajtás, légy jó kutyus, oké? Okay? Wow. Nem tudom, hogy most már van-e funkciója a kutyának. Eddig úgy nagyon nem volt. Ő eddig egy ilyen díszállat volt a játék során. Szedjünk le mindent. Van pár új ötletem, jó, nagyon jó. Szóval a kertészkedés is szintet lépett. Azért lett egy aranypaszternák, jó. Van pár új tárgyam a boltomban, egy luxus horgászbot és csali, amit rárakhatsz. A csali segítségével gyorsabban harapnak a alak, remélem, mostan találkozunk félig. Nagyon jó, igen. Jojo Bolt, most ezt nem olvasom föl, mert nem érdekel minket, és nagyjából ennyi. No. Hát most hirtelen felindulásból elkövetett eladás lesz, mert kell a pénz. Ezek meg nem tudom, miért nem akarnak kinőni, és egyelőre a kertet így hagyjuk. Most megyünk bohányászni. Meg ugye felvettem én a topázos küldetést, ugye? Kertészkedés első szintet érd el, jó. Állatok nevelése, építs egy csürt, kezdő lépések, 100 arany, köszönöm.
arccal, itt a Shobin, utolsó napja, hogy ma kéne leadnom a topázt. De sok mindent elvár tőlem a játék. Tehát így menjek le most a bányába, és az utolsó pillanatokban szedjek össze topázt. Sajnos nem sajnos ezeket a drága köveket, ásványokat. A bányába lehet összeszedni, és jó, mehetünk, oké. Új napló bejegyzés. Hát neki elfelejtettem a nevét, Marlon. Ő a kalandoroknak a vezetője, kalandorok céhének vezetője, valami ilyesmi lett a nevük. Épp csak lenéztem ebbe a régi bányába, évtizedek óta elhagyatott. Mégis lehet, hogy jó ércek vannak odalent, de egy sötét helyen, ami sokáig nem volt megzavarva, attól tartok, hogy nem csak ércet találni odalent, hanem szörnyeket is. Tessék, ez a tiéd, erre szükséged lehet, megvan a kardunk. Azt hiszem, egy rozsdást kardot kaptunk így az elején, ezt kaptad rozsdás kard. Ahogy Marlonnak hívnak, én vezetem a kalandorok céhét, ami idekint van. Rajta tartom a szemem, bizonyos magad, és lehet, hogy a végén te is tagunk lehetsz. Irány lefelé. Nem túl bonyolultam úgy itt a bányászat. A lényeg az, hogy mindig, hogy találd meg a lejáratot. Az egy geóda. Talált egy geódát, egy kovás feltörheti neked, ki tudja, mit rejthet magában. Amúgy új küldetést kaptunk, hogy az ötödik szintre jussunk le. Hát az mondjuk valószínű, hogy sikerülhet. Megvan. Jó, többet nem ütünk. Na, az ott már réz. Hát ebben nem volt semmi. Abba se volt semmi. Hármakat, kettőket sebzünk, az jó. Mondjuk, hogyha összehúzza magát az a rák, az... akkor nem sebzek sokat. Hú, mennyi életerőd van. Már bevörösödött a szeme. Igen, van ahol... nincs semmi, de véletlenszerűen igen, lehet réz is, a kő alatt. A lejárat jó, akkor nem kell... ütlegelnem a fölöslegesen a köveket. Végül spórolhatok. Az energiával, bár az érceket nyilván összeszedem. Jó, két lejárat is van. Nem akarsz elpusztulni? Mert szeretnék amúgy haladni. Van kvarcunk, és tele vagyunk. Nem baj. Na, de ott a topáz. Hát a vattormát most akkor megesszük, hogy legyen helyünk. Amikor kiütöm. Amúgy is kell az energia. Jó, topáz megvan. Ezt a körbenézünk. Ja, van lejárat, akkor fölöslegesen ne ütlegeljek. Barlangi répa, nagyon jó. Energiát ad vissza, meg életerőt. Jó lenne, hogyha harcászhatom is, igen, a... és megnőne. És akkor elmondhatnám, hogy ötödik napra megvan minden első szinten. És akkor úgymond a mini sorozat így be is fejeződhetne ezzel. Jó. Az ötödik szint az megvan, bányák. Milyen juss el a 40. szintre. Minden ötödik szinten van egy lift. Szóval nem kell első lélegzetre megcsinálni mindent. Bár meg lehet, az is egy nagyon jó kihívás, hogy egyetlen egy nap alatt csináld meg az összes szintet a bányába. És hát a bánya összes szintjét. Ez tele van. Mindegy, amúgy is csak panedvet dobott. Az meg annyira nem fontos jelen pillanatunkban. Igen, hogyha a ragacs megüt, akkor lelassít. Ha egyelőre ezt kidobjuk. Csak azért, hogy meg tudja menni a zöld algát. Jó. Ó, egy gyűrű. Akkor egyelőre kidobjuk így. Folyamatosan fényt árasz magából a gyűrű. Nagyon jó. Ingyen fákja. Jó, más szörnyet most így a... most így hirtelen felundás most nem nagyon láttam. Hát, hogyha a játékba adja nekem itt a... az első szintet. Nem fogok ami sokáig menni. Tehát olyan délután... 3-4 óra környékén elindulunk kifelé. Főleg így, hogy... ó! Oh. Hárman egyszerre. Köszönöm. Az mi? Bomba? A bombával végül is tudok keresni lejáratot, mert ide lerakom a bombát. És ott a lejárat. Mennyi kvarc van itt. Meg is van lejárat. Most csak a harcolászásra megyek ám rá. Hát meg egy-kettő ércre. Inkább ezeket a köveket ütöm ki, mert ezek együttésben megvannak. Aha. Még egy topáz. Szerintem ezek a szörnyek ilyen egy-két TP-ket adnak, és hát az a helyzet, hogy szerintem ezekből is meg kéne ölni egy 50-et. Valószínű, hogy első nap ez nem fog sikeredni. És hát első nap, hogy itt vagyok lent a bányába. Ha, meg is van lejárat. Akkor végén még a 10. szintet is elérjük. Már mondjuk az kicsit necces lesz, mert hogyha elérem a 10. szintet, akkor valamit ki kell majd dobnom. Na, nincs helyem. Mondjuk szerintem a követ fogom kidobni, mert igazából ez a 38 kő, ez semmi. 2, 3, ó, még egy lejárat. Szerintem leérünk a 10. szintre. Jó vagyunk időbe is. Egyelőre ennyi. Hát ez olyan alga, amit meg lehet enni. De megvan a lejárat. Most már csak nézzünk körbe. Van valami extra. Még egy topáz, töménytelen mennyiségű kő, töménytelen mennyiségű kő. Annyira nem számít most a kő.
Igen, lehet a karddal védekezni, az a különleges képessége. Hogy azért érdemes a követ kidobni, mert igazából azt bárhonnan be tudod szerezni. Lejössz ide a bányába, rengeteg kő van. Tehát, na nézzük. Hát, akkor nem így kellett volna kidobni. Azt hittem valami érdemesebb dolgot fogunk kapni, amit ugye el kell cipenem magammal, de igen, ki kellett volna dobnom a követ, és akkor úgy, hát mindegy. Vissza a nulladik szintre, irány Robin. Nem tudom, hogy Robinék itthon vannak-e. Vagy csak Maru van itthon. Úgy tűnik, hogy csak Maru van itthon, akkor lehet, hogy már elmentek a... oda. A szalomba. Azt hiszem pénteken szokott lenni ilyen nagy összejövetel, pénteken mindenki a szalomba bulizik. Na Robin. Jó, mindenkivel találkoztál a városban, eléggé fárasztóan hangzik. Tessék, egy utalom jegy, szóval elosztod a tárgyat, amit kértem, annyira köszönöm, itt a fizetséged, amit ígértem. 240 arany. Meg ott a jegy, jutalomjegy. És akkor veled még nem találkoztunk, Sam. Én Sam vagyok, örülök, hogy megismerhetlek. Nem vagyok túl jó ebben. Miben? És Sebastian. Te most költöztél ide, nem? Laza. Vajon egyszer hagynom kellene, hogy Sam győzzön. Tehogy. Jó, és szerintem egyetlen egy emberre nem találkoztunk. A kislánnyal, igen. Jó, itt lehetne mindenkivel beszélgetni, de most annyira nem. Megnézzük a jutalomjegyet. Vidd el Louis házába, a jutalmas géphez. Á, üdvözöllek, Szobi! Épp jutalommal töltögettem meg ezt a gépet. Vagy hát jutalommal töltögettem meg ezt a gépet, kérdőjel. Ez egy új programot találtam ki, ami jó indulat szellemiségét hivatott elősegíteni a városlakók között, téged is beleértve elég, egyszerűen működik. Néha, amikor segítesz másoknak a városban, akkor kaphatsz egy jutalomjegyet, ezeket jutalomakra váltatod be. Van itt már eléggé különleges dolog is. Egyedül azon aggódom, hogy az emberek csak egyeket fogják gyűjtögetni, ahelyett, hogy igazán támogatnák az embertársaikat. Jó, én itt csak segíteni akarok. Mosolygó fej. Valóban, nos, ennek nagyon örülök. A lényeg, hogy mindig nézz rá a felhívásos táblára, a városban ott jó eséllyel szerezhetsz még több jegyet. Sok sikert hozzá. Répát kapunk. Az meg szerintem narancsfa. Nem vagyok benne biztos, de ugye fákat is lehet ültetni, ugye gyümölcsfákat lehet ültetni. Azzal is lehet foglalkozni. Sok mindennel lehet amúgy foglalkozni, úgyhogy... Hát energia az még ugye van, de péntek van, mindenki bulizik. Azt nem tudom felszedni, mert nincs elég helyem. Mégis lepakolok és visszajövök, azt akkor így annyi. Meg lehet, hogy még egy-két szörnyet így elintézünk így az éjszaka itt a telken. Aha, azért igen, most már azért vannak itt szörnyecskék. Hú, de volt keveset sebez ez a kard. Szóval ezzel is lehet növényt kaszálni. Ugye ez se szedi le az energiát, hogyha a karddal harcolászol. Azt hittem egy kicsit keményebb lesz ez a vad farm, de eddig úgy annyira nem vészes. Kellett nekem megszólalni. Vajon ez mennyi tapasztalati pontot adhat ez a dög? Ha már itt vagyunk, ezeket is eladjuk. Hát meg eladhatunk ragacsot is. Azt már néztük, ugye? Holnap napos idő lesz, jó? Kutya szeret minket, na nagyon jó. És kutya alszik. És igazából aludhatunk mi is. Na nézzük, hogy... Kertészkedés első szint, öntözőkanna jártasság, kapajártasság, barkácsás recept, madárijesztő, alaptrágya. Nagyon jó. És összeszedtünk 1511-et a kertészkedésből, 35-öt ér a sima paszternák, az ezüst az 43-at, az arany meg 52-t, a répa meg 35-öt ér. Mit adtam még el? Egyebet. Ragacs 5-öt ér, a kevert magvak semmit nem ér, jó, a rost meg 1-et ér. Oké, tehát kevert magvat nem érdemes eladni. Hát jó, most már legalább ezt is tudjuk. Jó. Ennyi srácok, lányok, komment, hozzászólás, ha szeretnétek folytatást, szóljatok. Szóly voltam, sziasztok!